2009-ben kerültem a Sós Borászati Szakközép és Technikum Másod évesként csatlakoztam egy akkori szakközép osztályhoz. Én az egy, a szakközép gimnáziumi éveimnek az első évét egy másik iskolában töltöttem biológia tagozaton. Azon akartam tovább tanulni, de hamar rájöttem, hogy a latin nyelvtanulás nem nekem való, így egy év után váltottam, és akkor jött szóba ismerősök ajánlására, illetve a saját fejembe akkor talán össze, hogy hobbiból borászkodik a család, én is nagyon sokat szeretek szőlővel foglalkozni, borral, így hobbi szinten, és hogy akkor miért ne tanuljak inkább tovább borászként, és akkor egy különbözeti vizsgával tettem a nyáron, kémiából, és így csatlakoztam egy másodikos osztályhoz. Később 2012-ben érettségiztem, itt az eltöltött ugye három év alatt, ugye én inkább az érettségére készültem, de azért egy, egy minimális szakmai felkészítés is volt, illetve mivel azért eléggé intenzíven érdeklődtem a, a szakma után, hiszen akkor már így, így kezdett körvonalazódni bennem, hogy egy saját vállalkozást szeretnék indítani egy borászatot. A Dél-Balatoni borvidéken, így, így elég sokat foglalkoztam a, az iskola mellett is a, a borászkodással. Később, után egy ilyen levelezőn elvégeztem a, a szakmát is, akkor már közben nagyban zajlott a várszegi pincészet ö, üzleti élete, igazából ö, ugye 2012 után. És ahogy, ahogy igazából körülbelül ezzel egy időleg ugye el is indult a, a, a pincészet a saját kis önálló útján, ami most már, hát akkor még olyan két és fél három hektár szőlővel dolgoztunk, most már közel 30 hektár szőlővel dolgozunk a dél borvidéken és itt Budafokon van a pincészetnek az egyik része. Talán ebből a, az iskolás időszakból maradt, vagy jött az indítatás, hogy itt Budafokon legyen a, a pincészetnek, mondhatjuk, hogy a, a központja, hiszen azért itt történik több minden a, a borokkal, és itt töltök több időt egy évben. Nem messze az iskolától, a nagy úton sikerült megvásárolnunk ezt az ingatlant, ahol, ahol most is igazából történik a pincészet mindennapjai. Hogy mit is adott nekem az iskola, talán egy nagyon jó alap, alapfelkészülést adott a szakmára, mind elméleti síkon, mind gyakorlati síkon is azért, illetve talán egy, egy olyan nevelésben is volt részünk, ami az egész életre felkészített minket, nem csak szakmailag, hanem tényleg az életnek a, a, akár az üzleti részét, akár a, a magánéleti részét. Így tényleg abszolút pozitív emlékekkel, és úgy gondolom, hogy megfelelő felkészültséggel vártam bele a, a én esetemben egy, egy, egy saját vállalkozásban, bár ez elég egyedi, volt az évfolyamtársaim közül, hogy rögtön egy, egy saját vállalkozásba kezdtek, többen inkább ugye nagyobb cégekhez helyezkedtek el a, a, szakmában, de én, én úgy döntöttem, hogy elindítom. Lehet, hogy egy kicsit nagyobb fába vágtam a fejszémet, de abszolút nem bántam meg, hanem mindig nagy örömmel gondolok vissza az elmúlt mondjuk, hogy tíz évre körülbelül és, és nagy örömmel vágunk neki, és nagy elvárásokkal az elkövetkezendő 10-20-30 évben akár, és bízok benne, hogy, hogy hasonlóan követik mások is, akár az én példámat, akár, akár évfolyamtársaim példáját, hogy a szakmában maradnak és elhelyezkednek, hiszen én nekem az volt a, az, az alapindítatásom, amikor elkezdtem burászattal foglalkozni, vagy még talán amikor ráznak tanulni, hogy ha hobbim legyen a munkám, akkor boldog életet élhetek, ez több mire azért sikerült is.